úgy tűnik, hogy a Fidesz szerint hisztériakeltés lett a migráció elleni kiállás. Ez megdöbbentően hangzik, hogyha tekintetbe vesszük, hogy miről szólt a Fidesz kommunikációja az elmúlt években, de mégis úgy tűnik, hogy erről van szó. Comba Sándor, foglalkoztatásért felelős államtitkár azt nyilatkozta, hogy reméli, hogy véget ér az úgynevezett hisztériakeltés, ami a vendégmunkások körül van, akik egyébként saját bevallása szerint már 120 ezeren tartózkodnak az országban. Én egyébként kissé vitatom ezeket a számokat, elképzelhető, hogy ennél még többen is vannak, de legyen ez, fogadjuk el ezeket a statisztikákat, viszont akkor nézzük meg, hogy ugyanezek a statisztikák tavaly áprilisban hogy mutattak. Akkor 80 ezer vendégmunkásról szóltak, tehát kevesebb, mint egy év alatt 40 ezerrel lett több vendégmunkás Magyarországon. Mi ez, hogyha nem tömeges méretű migráció most már? És érdemes visszamenni a történelemben néhány évtizedet. Az 1960-as, 70-es években az akkori kormánypárti német vagy francia politikusok szinte szóról szóra ugyanazokat mondták, mint most a fideszes politikusok, hogy a vendégmunkások behozatala nemzetgazdasági érdek, és majd hazamennek, és így tovább. Látjuk, hogy hová jutott Nyugat-Európa, nem mentek haza, Nyugat-Európa teljesen elveszítette egykori arculatát. Kérdésként megfogalmazhatjuk tehát, hogy ezt szánja nekünk a Fidesz? A Mi Hazánk mozgalom továbbra is ellenzi a vendégmunkások behozatalát, továbbra is küzd a magyar dolgozók erkölcsi és anyagi megbecsüléséért, és most újra csak bebizonyosodott, amit már régóta mondunk, hogy egyetlen egy párt maradt Magyarországon, amely ellenzi a migráció minden formáját, ez pedig a Mi Hazánk.